estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják szeptember 25-én, szerdán este 19 órakor. Nézzük meg a legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Sátor Aljaújhelyváros születésnapja, koszorúzás és díszünnepség, a városán nyilvánítás 763 éves évfordulója jegyében. Bizottsági ülést tartottak Sátor Aljaújhelyen. Szeptember 27-én szervezik meg az Éjszakai Séta a Hídon elnevezésű programot. A város jövője szempontjából elengedhetetlen szellemi gondolkodás állt Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója beszédének középpontjában, annak a koszorúzási ünnepségnek az alkalmából, melyen Sátor Aljaújhelyváros önkormányzata, illetve az intézmények vezetői tisztelegtek 5. István király előtt. Az uralkodó volt az, aki városi rangra emelte a települést és az ezzel járó kiváltságokat adományozott neki. Az ünnepséget hagyományosan Sátor Aljaújhelyváros napján tartották. 2001. augusztus 20-án avatták fel Sátor Aljaújhelyen annak az 5. István királynak a szobrát, aki 763 évvel ezelőtt, 1261-ben városi rangot adományozott a zempléni településnek. Sátor Aljaújhely városnapján a település, a testvértelepülések és az intézmények vezetői tisztelettek Balogh Géza szobrászművész alkotása előtt. Az ünnepségen Nyíri Péter mondott beszédet, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója, Sátor Aljaújhely múltjáról, kulturális örökségéről és hagyományairól beszélt, amelyekre nekünk alapoznunk kell jövőnket. A múzeum igazgató szólt továbbá az anyanyelvről, irodalomról, történelemről, a nemzeti, térségi és városi hagyományokról. A várossá nyilvánítás mindig egy nagy rang, amely megnyitja lehetőségeket, és mi most egy nagy múltú városban állunk, amelynek a történelme során voltak rendkívüli nehézségek, volt benne pokoljárás is, gondolok itt a trianoni döntésre, a gyászra, amely ketté ropantotta Zemplént és Sátor Aljaújhelyet, de hát a talprálásnak a képessége megvan általában a magyarokban is, a Kárpát-medencében is megvan, meg volt az újhelyiekben is mindig. Tehát sikerült mindig erővel, ésszel, akarattal, hozzáállással a legnagyobb nehézségek ellenére is talpon maradni, és aztán építeni ezt a várost. A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója Kazinczy Ferencet állította példaként a jelenlévők elé, aki a nehézségek ellenére is szolgálta hazáját, a magyar nyelvet. Annak, hogy a nehézségek ellenére is lehet szolgálni a hazát, vagy például művelődéstörténeti jelentőségű közszolgálatot adni a hazának, éppen Kazinczy Ferenc a példája, aki egy kis helyet tett nagyjá, volt olyan 2-3 nap, amikor nem látta kenyeret, írta vissza emlékezésében a lánya, mégis amit tett, az igenis európai rangú teljesítmény, a magyar irodalmi ízlésnek a megújítása, és sorolhatnánk még a nagy teljesítményeket. Nem csak a nagy emberek teljesítményeit, Kossuth, Kazinczy, Andrássy Gyula, hanem a kis emberek teljesítményét is. És nekünk a város szellemi arculatának megrajzolásakor minden vonást erősen meg kell húznunk, azt is, ami polgári, azt is, ami felekezeti nemzetiségi, vagy ami éppen népi, paraszti. Az ünnepség zárásaként Sátor Aljaújhely város önkormányzatának, illetve testvértelepüléseinek képviselői, valamint az intézmények, iskolák vezetői koszorút helyeztek el 5. István király szobra előtt. 763 évvel ezelőtt nyert városi rangot Sátor Aljaújhely. A történelem folyamán mindig kiemelkedő szerepet játszott a térség életében, és magán hordozza az elmúlt évszázadok minden nehézségét és sikerét. A város önkormányzata díszünnepség keretében ebben az esztendőben is megemlékezett azokról a mérföldkövekről, amelyek befolyásolták az itt élők mindennapjait. Mindezek mellett már hagyományosan átadták a közmegbecsülés, valamint a dr. Boda Pál sportíjat. Sátor Aljaújhely történelmét mindig is azok vitték előrébb, akik amellett, hogy a jelent építették, a jövőbe tekintettek. Így fogalmazott ünnepi beszédében Szamosvölgyi Péter polgármester a város születésnapja alkalmából rendezett hagyományos díszünnepségen. Kiemelte azt is, hogy egy közösséget felemelni, előrevinni olyan feladat, amelyet bárki megtehet, aki szereti városát és építő módon vesz részt annak mindennapi életében. A városvezető azt is hozzátette, hogy az idei díjazottak is ilyen, mondhatni követendő példaképek. Attól többet tesznek, mint amennyi a kötelességük.
Igen, mindenkinek megvan a maga munkája, megvan önnek is szerkesztőként, megvan az operatőrnek, nekem is, mint polgármesternek. De hogyha délután 4 órakor, 5 órakor, este 8-kor vagy éjfélkor hazamegyünk, mert úgy adta a munkánk, és lefekszünk aludni, kell, hogy legyen bennünk egy elégedetlenség abban az esetben, hogyha valami plusz nem tettünk bele. Valamit, amit nem volt kötelező, de mégis megtettük, mert úgy éreztük, hogy ez fontos. És én azt gondolom, hogy attól többek azok az emberek, akik nem csak azzal elégedettek, hogy a napi penzum megvolt, hanem még hozzátettek, szerveztek, beszélgettek, sportoltak, példát mutattak, és a példamutatás ebből a szempontból számomra rendkívül fontos. Sátoraljaújhely város önkormányzata által adományozott közmegbecsülés díját ebben az esztendőben ketten vehették át. Így Nagy Albert mérnök, vállalkozó, akinek nevéhez például több épület felújítása is kötődik. Meglepődtünk, mert titokba tartották ezt a dolgot, meglepetésként ért. Nagyon örültem neki, hogy végül is ezt a dolgot elértem, hogy a munkánk során gyakorlatilag elismerték azt, hogy a városért elég sok minden dolgot építettünk, remélem szépen is. Így, hogy díjat kaptunk, bízunk benne, hogy ezt ők is így értelmezték. Minden épület mellett, amit megépítettünk és elmegyek, mindig melegség tölt el, de talán a legjobban, amit mindenki szemelátára van, az a kilátó építés, amit mindenki lát mindenhonnan. Nem volt egy egyszerű dolog. Ezt még az unokáim is mindig megemlítik, hogy nagyapó, ugye azt te építetted. Mondom, építettük. Szintén közmegbecsülés díjban részesült Fábián János vállalkozó, akinek kezem munkája a sok területen tette szebbé a város mindennapjait. Nagyon meglepődtem, és mikor megtudtam, úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én vagyok az alkalmas ember erre, mert úgy gondolom, hogy vannak tőlem sokkal jobb emberek is Újhelyben, de végül is így, hogy ide kerültem, így nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon büszke vagyok rá. Mikor egy rosszból sikerül egy szépet, egy jót csinálni, és a végeredmény az igazán jó. És akkor kapok rá visszajelzést, hogy el lett végezve rendesen a munka, és becsülettel meg lett csinálva. Az nagyon jó eső érzés. A dr. Boda Pál sportdíjat a sátoraljaújhelyi futónagykövetek Kálai Krisztina és Kálai Krisztián vehette át a sport területén, és ezzel együtt a térség népszerűsítése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként. Nagyon megtisztelő volt számunkra, hogy részesülhettünk ebbe a díjba. Nagy öröm, mind a kettőnk nevében mondhatom. És igen, úgy érezzük, hogy tényleg az Emplénért dolgozunk, meg a városért. Azt szeretnénk, hogy ide jöjjön el nagyon sok ember, és megmutathassuk neki ezt a vidéket, ezt a környezetet. Most a munka legnagyobb részében vagyunk éppen, hiszen a novemberi hallássérültek világbajnokságára készülünk, a mountain bike-ban, és a munka legnagyobb része még most hátra van. Amikor november közepén kezdünk pihenni, addig viszont rengeteg tennivaló van még. Izgulok, hogy a verseny tényleg jól haladjon. Az eseményt a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak műsora tette ünnepélyesebbé. A 2024. évi költségvetés módosítása, a városi sportcsarnok üzemeltetése és az önkormányzati és bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosításról is tárgyal Sátoraljaújhely város önkormányzatának gazdasági, városfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottsága a testületi ülést előkészítve. A bizottsági tagok zárt ülés keretében a díszpolgári cím, a Pro Urbe díj, illetve a közszolgálati díj adományozásáról hoztak határozatot. Megtartotta a most záruló 5 éves önkormányzati ciklus utolsó ülését a Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság. Az ülés kezdetén ezért Palicz István elnök minden tagnak megköszönte lelkiismeretes munkáját, majd rátértek a napi rendek megtárgyalására, elsőként a 2024 évi költségvetés módosítására. Ez azt a célt szolgálta, hogy az önkormányzat stabil működése folytatódhasson az év hátra lévő részében is. Ez az év és az évnek a hátra lévő részében stabilan tud működni Sátoraljaújhely városa, hiszen olyan létesítmény indult el az éven, amelytől jelentős bevételt várunk. Dolgoznak a Sátoraljaújhelyben lévő üzemek, boltok, sőt, némelyiknél szép fejlődés látható. Úgyhogy
egy jó év zárásával kecsegtetheted az év. A bizottság határozatot hozott továbbá az energetikai korszerűsítésen átesett városi sportcsarnok üzemeltetéséről. Ennek értelmében a létesítményt a dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok nevével fémjelzett egészséges és sportos Zemplénért egyesület üzemeltetni, ezen belül is a kosár labda szakosztály. Tevékenysége gyakorlatilag hasonló lenne a régihez. Tehát ezzel nem záródna ki sem általános iskola, az újhelyi általános iskolák közül. Ugyanúgy, ha ott valaki valamilyen egyéb tevékenységet, rendezvényt akar létrehozni, ezt is a jövőben is megteheti. De mégis, mivel szakemberek kezében lesz a sportcsarnoknak az irányítása, azt várjuk tőle, hogy továbbra is a sátorai, a újhelyi ifjúság, gyermekek és akár a felnőttek, akik majd eljárnak oda sportolni, az ő épülésüket, egészségük megőrzését szolgálja. A szakbizottság ezt követően önkormányzati és bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosítással foglalkozott, többek között azzal, hogy elfogadja egy magánszemély az önkormányzat felé tett felajánlását, miszerint a városnak ajándékozza a tulajdonában lévő az Ungvári pincekertben található pincéket. A vagyonhasznosítások között foglalkozott a szakbizottság a megújuló bortemplom környezetében szükségessé vált parkolóhelyek kialakításával is. A vasút tulajdonában lévő területből egy kisebb területet bérelne egy havi minimális összegért, egy évi minimális összegért az önkormányzat, ahol elsőre 10 parkolóhelyet alakítana ki, és itt nyilván táblával lesz majd jelezve, hogy ez csak a bortemplom látogatóik számára fenntartott hely. Az ügyrendi nemzetiségi és város üzemeltetési bizottság is ülésezett, mely szintén foglalkozott a költségvetés módosításával, véleményezte a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság vezetői kinevezését, de határozatot hozott forgalmi rend felülvizsgálatáról és a védett gyalogos övezet, azaz a sétáló utca járműforgalmának korlátozásáról szóló önkormányzati rendeletet is módosította. Szeptember 27-én szervezik meg az Éjszakai Séta a Hídon elnevezésű programot, amely a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark és a Turinform iroda közös szervezésében valósul meg. Körösi Ádám igazgató a Zemplén Televíziónak elmondta, hogy a program regisztrációhoz kötött, hiszen a Nemzeti Összetartozás hídjára összesen 300 ember tudnak egy időben felengedni. A kalandpark a programváltoztatás jogát fenntartja, hiszen az időjárási viszonyok hatással vannak az élményelemek működésére. Volt már éjszakai bobis libegőzés, valamint halloweeni esemény is, amely színesítette a nyári és őszi estéket egyaránt a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandparkban. Nem is olyan rég azonban új turisztikai attrakciót adtak át városunkban, amelyet a számos ideérkező turista mellett a helyiek is szívesen próbáltak ki. Körösi Ádám, a Zemplén Kalandpark igazgatója elmondta, hogy az éjszakai programokkal kapcsolatban sok pozitív visszajelzés érkezett, így egy újabb estét szánnak arra, hogy az adrenalinra vágyók most ne a megszokott élményelemeket használják, hanem a Nemzeti Összetartozás hídját. A szeptember 27-én van a turizmusnak a világnapja, és így úgy gondoltuk, hogy szeptember 27-én csinálunk egy ilyen éjszakai séta a hídon elnevezésű programot. Ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon fontos elmondanom, hogy mindenképpen érdeklődjenek, illetve nagyon pontosan olvassák el a oldalunkon kirakott és közzétett posztunkat. Ugye ezt az eseményt ugye a helyi Turinform irodával közösen szervezzük. Gyakorlatilag regisztráció alapú, tehát gyakorlatilag itt azt úgy kell elképzelni, hogy 300 fő regisztrálhat most erre az eseményre. A program este 20 órától egészen 22 óráig tart majd, a javasolt érkezési idő pedig 19 óra 30 perc. Ahogy már Kőrösi Ádám is említette, ha valaki szeretne részt venni a programon, akkor egy előregisztráció szükséges. Nagyon fontos azt elmondani, hogy aki regisztrál, azok hozzák magukkal a személyigazolványukat, hogy be tudjuk azonosítani a regisztráció alapján a gyakorlatilag a jelentkezésüket, és így ennek folytán ugye megtörténik a jegyvásárlás, és akkor gyakorlatilag 2 órán keresztül lehet majd élvezni a sétát az éjszakai fényekben a hídon.
Az igazgató kiemelte, hogy a program nagyban függ az időjárási viszonyoktól. A programváltozásokat jó átfenntartjuk, hiszen nem tudjuk még előre, hogy milyen lesz az időjárás, de nagyon bízunk benne, hogy egy kellemes este lesz majd azon a napon, és semmilyen időjárási körülmény nem fogja befolyásolni a hídnak a üzemeltetését. Ugyanakkor ezt nyilvánvaló módon, hogyha látjuk, hogy amennyiben az időjárás úgy alakul, akkor ezt közölni fogjuk a közösségi oldalainkon, illetve a weboldalon is. Tehát ezt mindenképpen majd ki fogjuk értesíteni a kedves vendégeket, és akkor gyakorlatilag ez számunkra is egy nagyon, nagyon új esemény, hiszen ugye az éjszakai bobozás és a libegőzés után most első alkalommal kerül megrendezésre egy ilyen jellegű esemény. Körösi Ádám hozzátette még, hogy a Nemzeti Összetartozás hídját a Várhegyi parkolótól tudják majd megközelíteni az érdeklődők. Ebben az időszakban a Szárhegyi oldalról viszont nem lehetséges a beléptetés. A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár adott otthont a megyei prímadíjas költő Bodnár László 9. kötetét bemutató estnek. A zenei betétekkel és vers előadásokkal tarkított eseményen a szerző mellett a kiadó és a szerkesztők mutatták be a Hárfa Végtelen című versgyűjteményt. Tartalma szerves folytatása a költő 2 évvel korábban megjelent kötetének, hiszen stílusa változatlan, hagyományosan Bodnár Laci is. Zenés betétekkel és versidézetekkel tarkított verses kötet bemutatóra invitáltak minden költészet iránt érdeklődőt a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárba. Bodnár László legújabb kötetét mutatta be a szerző, a kiadó, valamint a szerkesztő. A költő 9. verses könyveként látta meg a napvilágot, a Hárfa Végtelen című kötet, mely címadásáról is mesélt a megyei Príma díjas Bodnár László a könyvemutatón. Én örmélő időt szerettem volna, tehát ez volt a munkacíme a kötet anyagának, hogy örmélő idő, de aztán az interneten keresve ráakadtam Duba Gyula nevű felvidéki íróra, akinek jelent már meg örmélő idő címmel egy kötete 1983-ban, és nem akartam mindenféle ilyen szerzőjogi vitákba bonyolódni másokkal, utódokkal, leszármazottakkal, hanem azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi lehetne. És elővettem a versek sorát, és valahogy ez a cím, ez megérintett engem is, hogy Hárfa Végtelen. Ez egy érdekes gondolat, egy érdekes cím. Egyébként is én olyan ember vagyok, olyan költő vagyok, aki szeret szavakat összerakni. Tehát látszólag teljesen különálló és különértelmű szavakat összeállítani, összerakni. Abba is betekintést nyerhettek a megjelentek, hogyan is zajlik az alkotás folyamata a költő számára, és milyen út vezet a költemények végső változatához. Nagyon sokat dolgozom én ezeken a verseken. Ugye vagy kézzel, tehát ceruzával szigorúan, és szótárt üzetek. Édesapám volt az az ember, aki foglalkozott nyelvekkel, nagyon sok nyelvkönyvünk van otthon, és nagyon sok szótárfüzet maradt utána, sajnos ő 30 évvel ezelőtt elment, és ezekben a füzetekben írom a mai napig is ezeket a gondolatokat, verseket. Nagyon sokat dolgozom rajta, tehát most már ugye a modern kor vívmánya a számítógép. Beviszem ezeket a verseket számítógépbe, a számítógépen is formálom, szavakat cserélek, mondatokat cserélek, gondolatokat próbálok megfogalmazni, és egy hosszú folyamat végén alakulhat ki egy verses kötet. Felelősség, azt gondolom. Tehát mindenképpen felelősség az, hogy valaki milyen szöveget ad ki a kezéből, milyen verseket ad ki, milyen gondolatokat ad ki a kezéből, és én így próbálom összerakni a könyveimet. Könyvemutató záróaktusaként a szerző dedikálta is a kötetet, nagy érdeklődés közepette. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Sátoraljaújhely város születésnapja, koszorúzás és díszünnepség a városán nyilvánítás 763 éves évfordulója jegyében. Bizottsági ülést tartottak Sátoraljaújhelyen. Szeptember 27-én szervezik meg az Éjszakai Séta a Hídon elnevezésű programot. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor jelentkezünk, Kulcsár Bence várja majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!